Sziasztok, Matilda vagyok, egy nagyon álmos Matilda, és a mai videó a könyvkemping vlog első része lesz, legalábbis gondolom, hogy első része, mert nem hiszem, hogy ez a két hétnyi könyvkemping ez egy videóban benne lesz, úgyhogy több videóban szét lesz szedve, legalább kettőbe. Ma van február 11-e, gyakorlatilag most keltem, azért van ilyen brutál álmos fejem, mert még kávét se ittam meg semmit, de ezt fel akartam venni mielőtt itt bármi is történik. Szóval ma kezdődött el a könyvkemping, és még lehet, ez túl fáradt vagyok. Szóval, ugye ma már érnek az olvasások, úgyhogy a mai napon én a képregényekkel fogok kezdeni, ugye három képregény is van a TBR-omban, és ennek az a stratégiai megfontolása, hogy én utána majd megyek föl Pestre, és hogy ne Pestre kelljen hurcolnom 8 könyvet, hanem mondjuk csak 2-3-at, ezért a képregényeket, amiből ugye több van, és gyorsan elolvasom őket, ezért azokat még most így a hétvégén szeretném letudni, illetve igazság szerint én a könyvkemping előtt direkt elkezdtem már az emberiség legtitkosabb emlékezetét, ami ugye az egyik közös könyv a kempingem, mert ez egy nagyon hosszú könyv, és a TBR videóban rosszul mondtam, ez nem non-fiction, hanem egy posztmodern könyv, ami rosszabb. Mármint bocsánat. Rossz élményeim vannak posztmodern könyvekkel, na. Érettségi flashback. Úgyhogy azt én elkezdtem előbb, úgyhogy ezt nem fogom beleszámítani egyáltalán a teljesítésben. Nyilván azért kezdtem el, hogy a kibeszélőre ott tudjak lenni majd. Úgyhogy a Cserkeszterek képregény fog helyette bekerülni arra a pontra, amelyikre az ment volna. Egyébként még csak 25%-nál tartok, és nagyon nehezen haladok fele, úgyhogy nem tudom. És minthogy most elszpoilereztem, de igen, szóval az első könyv, amit szeretnék olvasni, ez a Lauren Poss második kötete lesz. Amit én ugye már olvastam, mert én így a webtoonon, mikor még az első Lore Olympus kijött, akkor így éjszakáimat feláldozva végigolvastam az elérhető részeket webtoonon. Úgyhogy gyakorlatilag újraolvasás, de ezt a kötetet magát még nem olvastam, amióta megvettem. És most elgondolkoztam, hogy lehet, hogy újra kéne olvasnom az elsőt is, bár szerintem az első kötetet azt már ugye olvastam kétszer, szóval arra, hogy nagyjából emlékszem, igazából nagyjából azért emlékszem az eseményekre, úgyhogy nem hiszem, hogy kelleni fog ennyire egy frissítés. Főleg, hogy most pár napja múlt héten körülbelül egy ilyen 15-20 részt biztos pótoltam az elmaradt, sőt többet, a második évad befejezését, meg a harmadik évadnak is, ami kín van már, azt mind elolvastam. Úgyhogy ezzel fogok indítani, meg egy kávéval. Az egy nagyon fontos része lesz a lapnak, egy kávé. Nagyon gyors update, mert mi meglepő, kb. 2 óra alatt kiolvastam a Lore Olympus második kötetét. Még mindig csodálatos, még mindig imádom. Olvassatok Lore Olympust. Úgyhogy ezek után a második könyvembe fogok belekezdeni, ami az Ánya kísértete lesz, amit a fantasy pontra fogok hozni. És hát igen, ez is valószínűleg egy elég gyors olvasás lesz majd.
befejeztem az Ánya kísértetét is, ami egy ilyen paranormális fantasy képregény, és egyrészt nagyon-nagyon imádtam ezt a stílust, amiben meg van rajzolva. Csodálatos, nagyon... Őszintén szóval nem is igazán néztem bele, amióta én ezt a könyvet megvettem, de fantasztikusan tetszik a... ez az egyszerűbb ilyen rajzfilmes stílusa a szerzőnek. És ugye ez arról szól, hogy Ánya beleesik egy ponton, egy kútba, ahol egy szellemmel találkozik, aki úgymond a barátja lesz, és aztán nagyon nehéz lesz ettől a szellemtől megszabadulni. És nagyon-nagyon érdekes volt, ugye ez kicsit ilyen paranormális, úgyhogy mondjuk ilyen októberi spooky időszakra is tökéletes lehet. Ánya orosz származású, tehát az ő családja Oroszországból emigrált az USA-ba, amikor ő még kicsi volt. És nagyon, nagyon tetszett, hogy egyébként így a könyvben, így a közben, hogy így nyilván a középiskolai beilleszkedés, főleg úgy, hogy te nem az Egyesült Államokban születtél, az így milyen nehéz, mert nyilván a középiskola az egy pokol. Van ennek a történetnek több érdekes rétege is, amire nem számítottam egyébként, úgyhogy nagyon tetszett ez a képregény, bár én úgy gondolom, hogy a vége az kicsit így hirtelen gyorsan egyszerűen jött, szóval ott még egy pár oldalt lehet, hogy vagy egy pár képkockát lehet bele lehetett volna tenni, mert az úgy vége lett, de egyébként nagyon jó volt, úgyhogy nagyon tetszett. És olyan 20 perc múlva pedig kezdődik az éjszakai reading Discordon, úgyhogy igen, kéne még egy teát csinálnom, és akkor utána megyek arra. És akkor így, hát igazából két könyvvel zárom a könyvkemping első napját, és hát a reading alatt nem biztos, hogy fogok olvasni. Ha olvasok, akkor az Emberek legtitkosabb emlékezetét fogom közben olvasni, mert azzal lassan haladok, szóval így amikor úgy van, akkor besúvasztok pár oldalnyi olvasást. Úgyhogy igen, úgyhogy nagyjából ez volt így a kemping első napja. Holnap pedig szerintem a cserkesztereket még kiolvasom, és utána jön a Winter. És ezt már nagyon várom. Meg brownie csütök. Könyvkemping második nap, és ugye tegnap befejeztem kettő könyvet is, ugye képregényt, és ma el fogom olvasni a harmadik képregényt, úgyhogy így a képregényeket úgymond már nem kell majd húcibálnom magammal a kemping alatt. Ma pedig a cserkeszterek második kötetére szeretnék sort keríteni, ami a Barátság Maximumon, Barátság a Maximummal címet viseli. Ez ugye, ez folytatja az előző részt, úgyhogy már így belenézegettem az első résznek a végébe, hogy felelevelítsem, hogy miről is volt ott szó. De aztán még lehet, hogy fogom magam is újra olvasom az első részt, mert ez az első kettő, ez nagyon élénken él bennem, hogy én ugye folytattam scripten az elsőt, és úgy egymás után volt az igazi. Mert ez nagyon szorosan követi egymást, mert egyébként a cserkeszterek képregények egyes részei nagyon lazán kapcsolódnak egymáshoz, egyes részek meg szorosan kapcsolódnak egymáshoz, tehát általában vannak ilyen kötetek, amik tök különállóak, és akkor vannak pontok, amikor így két kötet, mint az első kettő, így egymást folytatja közvetlenül. Szóval lehet, hogy az lesz, hogy fogom az elsőt először, azt kiolvasom, és utána ezt a másodikat. És a cserkesztereket egy éve nem folyt. Jébe, benne van még a számla. Merem egyébként, ez egy nagyon kis aranyos képregény, és nagyon-nagyon szeretem. Nagyon jó. Úgyhogy igen, úgyhogy most tök jó lesz szerintem ez is, hogy egy kicsit ebbe visszamenjek. Aztán, hogyha ezt befejeztem, utána mindenképpen a Wintert fogom elkezdeni, de szerintem az esti reading-en még nem azt fogom olvasni, hanem még az Emberek legtitkosabb emlékezetét. Majd holnap eljön a tejítőt is. Úgyhogy már ilyen cserkeszterekes nap lesz, és sütős nap. Leginkább. No,
Befejeztem mindkét Cserkeszterek képregény olvasását. És végül újraolvastam az elsőt, mert rájöttem, hogy egyrészt gyorsan megvan, másrészt pedig egy csomó mindenre nem emlékeztem az első kötetből. És ez az első kettő kifejezetten tényleg úgy jó, hogy egymás után olvasva, úgyhogy úgy csináltam, és ezt számoltam el, mint díjnyertes kötet magához a mi ez? Könyvkempinges céhes teljesítéshez. Úgyhogy ez az első rész egy ilyen kis extraként ment bele most a mai napomba. És akkor most megyek sütni. Aztán majd még meglátom, mi lesz. Lehet a kapitány utasítására nézek egy filmet. Akkor egy kis update, ugyanis ma már a kemping harmadik napja van, és szerintem ebbe az első vlog részbe még a keddet fogom belevenni. Szóval ma még nem nagyon olvastam. Tegnap volt egy reading YouTube-on Szannával, az tök jó volt, és tök jól tudtam haladni az emberek legtitkosabb emlékezetével. És tök jó, mert most egy kicsit jobban elkapott a könyv. Az eleje nagyon nyögvenyelős volt leginkább, és most... A legutóbbi fejezetek azok tök izgik voltak, és ott tök érdekes volt a sztori, és most ezzel is tök jól tudtam haladni, viszont ma el szeretném kezdeni a Wintert, és igazából, hogyha a Wintert kiolvasom, akkor gyakorlatilag megleszek, mert a buszon idefele jövet, most már Pesten vagyok, elkezdtem hallgatni a Talons of Power-t, a Wings of Fire-ből, és ugyan még csak két fejezetet hallgattam, de az lesz ugye majd az ötödik, szóval majd azt is így hallgatgatom kemping közben, és akkor gyakorlatilag megleszek, viszont azt nem hoztam fel fizikai példányba, mert akkor 8 millió könyvet hozok fel, és annyi hely nincs a bőröndömben. Úgyhogy még elhoztam a Holdbéli krónikákhoz tartozó novellás kötetet, a Stars Above-t, azért oda nézek, mert ott van, illetve még a 10.000 ajtót, hogyha marad időm, akkor még egy 10.000 ajtót lenyomok, bár tegnap elkapott a romantikust akarok olvasni érzés, úgyhogy még bármi is lehet. Igen, úgyhogy nagyjából most ez a helyzet. A kempinggel. Igen. Úgyhogy ez így a mai update, nem tudom mennyit fogok ma olvasni a Winterből. Szerintem nem sokat, mert Hogwarts Legacy-zni kell. Igen, és ma nincs is külön program, úgyhogy ma ilyen chillesebb napot tartok. Így nagyjából eltelt most már a hétfő is, és a kedd is, úgyhogy ezt a vlogot ezzel így lezárom. Tegnap még találkoztam Esztivel, meg Fruzsival, és hot lemonédeztünk egyet, és amúgy meg így nem nagyon olvastam az elmúlt napokban, úgyhogy az olvasási update-ek már a következő részében lesznek a vlognak, úgyhogy ez lesz most így az elsőnek a lezárása. Úgyhogy eddig tök jól állok, és szerintem jól is fogok, majd még... Az emberek legtitkosabb emlékezete a legneccesebb az egész TBR-omból, mert azt keddig be kéne fejezni, úgyhogy azt kéne megtolnom még egy kicsit. De akkor itt most ennek az első part vannak véget is vetek ezennel. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! Találkozunk a következő camping vlogban.